Városunk egyik legforgalmasabb útja a Vasmi út. Még az előző esztendőben az önkormányzat saját forrásból felújította a Városházától a Kossuth-Lajos utcáig tartó szakaszát, majd ezt követően Cserna Gábor polgármester bejelentette, hogy kormányzati támogatásból mintegy 1 milliárd forintból folytatódhat a 4-sávos út felújítása is, valamint kormányzati keretből megújulhat a járdasor is. A júliusban induló felújítás lassan a végéhez közeledik. Tegnap sikerült elérnem a kivitelezőket, és tudtam velük beszélni. Most jelenleg, ha majd látszani fog a felvételeken is, hogy az úttestnek a felső tulajdonképpen koporrétegét nem tették rá, de természetesen a gépjárművek már használják. Azt mondta nekem a kollega, hogy ez egy ilyen technológiai pihentető tulajdonképpen, amire az utolsó réteg rá fog kerülni, és ha minden igaz, ezt jövő hét második felében el is fogják kezdeni. Aztán a legnagyobb és a legszebb dolog számomra nem csak ugye az úttest miatt, hanem a járdófelület megújítása miatt nagyon jó ütemben haladnak a kivitelező kollégák, ugyanis most már láttam, pont arra fele jöttem, a Dózsa-mozi környékén járnak a feltárással, és az Őspatik irányában már elkezdték a műveleteket. Itt meg mögöttem, ahogy jól látszódik, szinte teljesen elkészült már a járdófelület is, amit azért el kell mondani, és többször kihangsúlyoztam, hogy nagyon nem lehet volna lehetőségünk, vagy nagyon szűkös lett volna az, hogy ezt ilyen mértékben megújítsuk. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a pályázatnak, és annak örülök a legjobban, hogy ez ilyen rövid idő alatt sikerült. Ugyanis november-december környékén még beszéltünk arról, hogy itt bármi lesz, aztán most itt állunk szeptember elején tulajdonképpen, és már az új felületen állunk, tehát azért ez egy maximális tisztelet a kivitelezőnek, illetve az önkormányzatnak és a kormánynak ugye emögé állt. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem húztuk el évekig, hanem tulajdonképpen egy 4-5 hónap alatt teljesen átvarázsoltuk az egyik legforgalmasabb útszakaszunkat. A parkolók számában és elhelyezésében is lesz változás. Kérdezik folyamatosan tőlünk, hogy milyen úton fogjuk megoldani. A kivitelező erre is válaszolt nekem, mert ugye ez a mai világban szinte ez a legfontosabb. Tehát nem az, hogy 500 millióért felújítunk egy útszakaszt, hanem hogy lesz-e parkoló. Igen, kellő számú parkoló lesz, illetve több is, mert az eredeti tervek alapján nem várhuzamos parkolás lesz, hanem egy ilyen 45 fokba képzeljük el. Tehát ilyen sokan úgy ismerik, hogy halszálkás parkolás, valami ilyesmi lesz kialakítva, tehát így a folyométer szerint több darabszám keletkezik. A járdaszakasz felújítása kapcsán néhány fa kivágására is sor került, nem véletlenül. Sajnos van egy-két olyan pontja ennek a fa kivágásnak, amit egy kicsit jobban át kell gondolnunk, ugyanis azt mindenki elfelejtette, de mi utána mentünk, hogy oké, hogy visszavágtuk és kinyírtuk a fákat, de azért azt tudni kell, hogy ennek a gyökérzete lefele elég komolyan lenyúlik, tehát valami olyan technológiát kell kitalálnunk, vagy olyat kell idehoznunk, amivel ki tudjuk úgy szedni, hogy az alatta lévő közműhálózat nem sérül. Ugyanis ha most mi elkezdenénk kirángatni, hogy ez megszűnjön, akkor ezzel együtt a 50, 40, 30, 20 éves csöveket is kirángatnánk, és sérülne minden. Tehát finoman kell ezzel bánnunk, de megnyugtatok mindenkit, hogy találtunk rá megoldást, ugye a közeljövőben ezt is abszolváljuk. A megújult utca teljes átadására a képviselő szerint már nem sokat kell várni. Reményei szerint szeptember második felében már teljes egészében birtokba veheti a város a 60 év után felújított Vasmi utat.